Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Legyen mindig látható. Látni és látszani kampány. LED program. Ingyen cserélhetik le izzóikat. Videóverseny. A környezettudatosságra hívják fel a figyelmet. Bemutatják az új darabot. Világpremiér decemberben. Az őszi-téli időszakban korábban sötétedik, nagyobb hangsúlyt kell fektetniük az útrakelőknek, köztük a kerékpárosoknak is, arra, hogy megfelelően ki legyenek világítva. Kevés, ha mi látjuk a kamionost, a lényeg, hogy a sofőr is észrevegye a biciklist. A Látni és Látszani országos programsorozat akciójukkal erre próbálják felhívni a figyelmet a rendőrei. De hogyha fölveszünk egy láthatósági mellé, tessék, meg felteszünk a kezünkre, mi csak egy ide ráteszem. Akkor milyen jól látszol. A biztonságos szezonális közlekedésre hívja fel a figyelmet kampányával a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Körbe kell néznünk, ugye, és itt az ősz. Nem rendeltük meg ezt a rossz időjárást, de pontosan ez az időjárás hívja fel a figyelmet arra, hogy megváltoznak a látási és útviszonyok, és ezért van mindig erre az időszakra időzítve ez a Látni és Látszani kampány, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy nem csak látni kell, hanem látszódni is kell a közlekedésben. A gépjárművezetők mellett a balesetek megelőzése érdekében a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályairól tájékoztatták a bicikliseket is. Közúti közlekedésben a legvédtelenebbek a gyalogosok és a kerékpárosok, hiszen őket nem védi semmi, nincs mellettük kaszni, nincsenek passzív, illetve aktív biztonsági eszközök, ezért őrájuk is fókuszálunk, és ezért vannak azok az eszközök és felszereléseket, amik ajándékként osztogatunk, hogy ők is láthatóbbak legyenek. A Látni és Látszani elv érdekében láthatósági mellényeket osztottak. Egy szekszárdi lakos tett feljelentés Minden Szentek napján késő este, mert röviddel azelőtt ismeretlen ellopta a háza udvaráról a kocsiját. A nyomozók még a feljelentést vették fel, amikor a 6-os főúton Szekszárd határában megtalálták az eltűnt autót. A járőrök nem messze a kocsitól egy benzines kannát cipelő férfit igazoltattak, aki gyalogosan sétált az ellopott autó felé. A 28 éves helyi lakos elismerte, hogy nem sokkal korábban ő vitte el a járművet az udvarról, mert nem akar gyalogolni. A 28 éves tolvajt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Több mint 600-an regisztráltak az ingyenes LED csere programra. Az akcióban résztvevők ingyen juthatnak hozzá a LED-ekhez és cserélhetik le a háztartásaikban található régi izzókat új, korszerű fényforrásokra. Ingyenes LED csere programban cserélhetik le a lakosok az izzóikat. A LED-eket november 6-ától 22-ig minden hétfőn és szerdán délelőtt vehetik át a regisztráltak Szekszárdon a Béla Király tér 8 szám alatt. Az átvételre két pótnapot is kijelöltek, november 27-ét és 29-ét, mondta Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Aki nem tud eljönni a villanyszámlával és meghatalmazással, mással is átvehetteti, aki viszont jön, az hozza magával a szemigazolványát és a lakcímkártyáját a gyors átadás érdekében, mert itt el lesznek készítve a csomagok, és mindenki rugalmasan fogja majd megkapni. Az új izzókkal megtakarítást és csökkenést lehet elérni a villanyszámlákban. Itt mindenkinek a lakásméretétől és a lakásba lévő fogyasztók számától függött az egész dolog, úgyhogy lakásonként, meg személyenként is mindenkinek más. De lényeg a dolognak, hogyha ezekkel az égőkkel dolgozunk tovább, akkor biztos, hogy a villanyszámlán majd meg fog látszani a pozitív eredmény. December 1-től újra nyílik a regisztráció azok számára, akik eddig lemaradtak a kezdeményezésről.
Kidőlt fákhoz riasztották a Tónavár megyei beavatkozó egységeket. Forgalmi akadályt képezett egy nagyméretű útra dőlt fűszfa november 1-én Szekszárdon a Bagóvölgyben. A fa két beton villanyoszlopot is kidöntött, továbbá az elektromos hálózat vezetékét is megrongálta. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrés segítségével és egy lánctalpas kotrógép támogatásával szüntették meg a forgalmi akadályt. Kegyeleti célból meggyújtott gyertya miatt keletkezett tűz egy családi ház egyik szobájában november 2-án Tamásiban, a Szászló Szép utcában. A lángok mintegy 8 négyzetméternyi területet érintettek, továbbá egy szekrényt, valamint lambériázott felületet is elértek. A tűzesethez a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat, továbbá a megégett falburkolatot eltávolították. Az ingatlan lakója a rokonai költözött. Három fél, három régi programja egyesült videóverseny keretében. A Paksi Atomerőmű Újra alkotó energia programja, a Forgassa Földért Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karra egyesültek. Az akció célja a film tudatformáló eszközeivel felhívni a figyelmet a fogyasztói szokások megváltozásának szükségességére. Videóversenyt hirdet a Paksi Atomerőmű, a Forgassa Földért Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara. Olyan maximum 5 perces rövidfilmeket várnak, amelyben a jelentkezők bemutatják, hogyan látják a világot, a környezeti problémákat és a jövőt, mondta Szécsi Gábor. Az új nemzedékeket próbáljuk a saját nyelvükön, saját képi kultúrájuknak megfelelően megtalálni. Tehát nem elvont elméleti, teoretikus anyagok irányából megragadni a fenntarthatóság vagy a környezettudatosság problematikáját, hanem a mindennapi életből, mindennapi valóságból, a fiatalok gondolkodásmódját, látásmódját befolyásoló irányból, és hát ennek kiváló lehetőséget teremt egy ilyen videóverseny. A Paksi Atomerőmű újra alkotó programja már 2016 óta foglalkozik a környezettudatossággal és a fenntarthatósággal. Az együttműködés kézenfekvő volt, mondta Tóth Márton. Most ugye 2023-ban találkoztunk ezzel a kezdeményezéssel, pontosabban ennek a kezdeményezésnek azzal a fajtájával, amire úgy éreztük, hogy abszolút illeszkedik abban a programban, amivel mi azonosulni tudunk. A filmekben a fenntarthatóságnak, a környezettudatosságnak gyakorlati alkalmazását kérik a szervezők négyféle témában, mondta Kindl Gábor, a Forgass a Földért Alapítvány elnöke. Tulajdonképpen négy féle téma van, az egyik ugye a lakásban, és itt is szétbontottuk azt, hogy vidék, életmód, illetve városi életmód, és ugyanez a külső, a körülöttünk, a környezetünkre is vonatkozik. Tehát négy kategóriában lehet beküldeni a filmeket, maximálisan 5 perces lehet egy film, rövidebb lehet, ha ugye el tudja mondani azt, amit szeretne elmondani, hogy szeretne megosztani mindenkivel, velünk is, akik ezt a játékot kiírtuk. A műveket november 22-ig lehet benevezni, az eredményhirdetés időpontja november 27-e. Enyhén csökkent a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Közleményükben azt írták, a koronavírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagértéke csökkenést mutat, bár a szennyvízben mért koncentrációk továbbra is jelentősek. Közölték azt is, hogy a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Miskolcon és Nyíregyházán a magas, míg a többi 20 mintavételi helyen az emelkedett tartományba esik. Új műsort próbál a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar. A koncerten egy kortárs spanyol zeneszerző darabját is játsszák, aki a tervek szerint a helyszínen hallgatja majd meg a művet. Spanyol zeneszerző darabját adja elő a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar decemberben, melynek lázas előkészületei már megkezdődtek. A közös együttműködés az úgy jött Andrés Álvarezzel, hogy tavaly voltunk Valenciában a fúvózenekarral egy zenekari versenyen, és a versenyt követően megkeresett, hogy szeretne velünk együtt dolgozni,
És akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen tematikában alkossunk közösen egy darabot, és mindenképpen magyar vonatkozású művet szeretett volna készíteni. És hát hosszas keresgélés után a Mátyás királytól István király, meg mindenféle történelmi személyeken át jutottunk el oda, hogy egy ilyen sámánisztikus darab fog készülni a Táltos címmel. A bemutatóra a Tolnai Kulturális Központba kerül sor, amit a világon először itt hallhat majd a közönség. Körülbelül 50-en leszünk, de írt a zeneszerző bele csellókat is, meg bőgöt, úgyhogy kell pár vonós kisegítőt is hívnunk a darabhoz. És ami nagy különlegessége, hogy táltos dobokon fogunk játszani, ami egy külön problémát okoz, hiszen ezeket elvileg tűz mellett kell melegíteni ahhoz, hogy úgy szóljanak, ahogy kell. Az előadás előtti izgalmakat csak fokozza, hogy a világpremiéren maga a zeneszerző személyesen fog megjelenni. Regionális híreink következnek. Gyertyagyújtás a közlekedésben elhunytakért. Rendőrök emlékeztek Pécsen. Közel 110 sírt gondoz a temető. Síremlékkertel őrzik az elhunytak emlékét Bolyban. Helyi termékek és élelmiszerek. Bemutatkoznak a baranyai termelők Pécsen. Gyertyát gyújtottak a rendőrök Pécsen. A halottak napján ők is megemlékeztek a közlekedési balesetekben elhunytakról, azokról az áldozatokról, akik saját vagy a mások hibájából nem lehetnek már köztünk. A megemlékezést a Baranya vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság szervezte. A halottak napi gyertyagyújtás egy olyan alkalom, amelyen a közlekedési balesetek áldozataira emlékezünk, akik már nem lehetnek köztünk, mondta Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőr nagy a Baranya vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára. A legmodernebb biztonsági berendezésekkel felszerelt járművek vezetői is be kell, hogy tartsák a közlekedési szabályokat, hiszen pillanatnyi figyelmetlenség, a szabályok kismértékű megszegése is végzetes következménnyel járhat. A fizika törvényei mindenkire vonatkoznak. A közlekedés három tényezője közül az út, a jármű és az ember, a leggyengébb láncszem, a legesendőbb az ember. Leggyakrabban sajnálatos módon ő hibázik. Ezúton hívjuk fel a közlekedők figyelmét, hogy alkalmazkodjanak vezetésük során a megváltozott időjárási látási viszonyokhoz, készítsék fel járművüket az őszi-téli időszakra. Vezessenek előrelátóan és körültekintően. A megemlékezés tiszteletadással, mécses gyújtással hajtották végre a rendőrök a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság Atinai úti épületének udvarán elhelyezett kopjafánál. A II. Világháborút követő német kitelepítések után sok sír maradt gondozás nélkül. Az ilyen elhagyott sírokat egy síremlékkertbe gyűjtötték Bolyban. Így szeretnék az innen kitelepített családok önhibájukon kívül elhanyagolt régi sírjait ápolni, és ezáltal megőrizni emléküket az utókornak. Minden szentek és halottak napja alkalmából megteltek a temetők szerdán és csütörtökön. A sírok között sétálva több településen is lehet német nyelvű sírkövekkel találkozni. Ezek között akad olyan, amelyiken már a felirat is nehezen olvasható. Az ilyen rossz állapotban lévő sírok megőrzését külön síremlékkertbe gyűjtötték össze a bolyi temetőben. Természetesen nem csak német sírokról van szó. A bolyi temetőről a kizárólag a német betelepülteknek a temetője volt évszázadokig, és az itt lévő sírok, síremlékeket hát a kitelepítés után szinte nem gondozta senki, kizárólag a családtagok. A kezdeményezés 2013-ban indult, amikor a temetőt felújították. A sírok kiválogatása, a sírkövek állapota kora alapján történt. Temető rekonstrukció volt, a kerítésépítés, meg egy kis átalakítással, meg akkor kezdtük el az urnás temetéseket, hát úgy támogatni, hogy urnafalakat, urnasírhelyeket csináltunk. És akkor hát sajnáltuk egyrészt az elődeink miatt, megérdemelték, hogy ők az emléküket félretegyük, és ezért ezt a sírkertet megoldottuk így. A síremlékkert célja a régi, már nem gondozott sírok és az elhunytak emlékének megőrzése. Megnyílt a baranyai ízelítő, termelői és kézműves vásár a pécsi belvárosi üzletházban. Cél, hogy bemutassák, milyen kiváló minőségű termékeket állítanak elő a vármegyében. Az eseményt támogatta a helyi iparkamara és az agrárkamara, valamint a vármegyei közgyűlés. A szervezők november 4-ig várják az érdeklődőket.
Kerámia tárgyakat árulnak ennél a stannál. Egy Mecsek Nádasdi fiatal házaspár gondolta úgy 8 éve, hogy fazekassággal szeretne foglalkozni. Akkor jelentkeztek az önindító elnevezésű programra, ahol képzéssel, támogatással segítették vállalkozóvá válásukat. Az iskoláink elvégzése után egyből nekivágtunk, hogy mi végül is ezzel szeretnénk foglalkozni, vállalkozni szeretnénk, és akkor ajánlották ezt a programot már ismerőségek, akik teljesítették itt az elvárásokat, és bele is vágtunk, és nagyon jól sikerült, mert ennek most már 8 éve, és ezzel tudunk foglalkozni, amit szeretünk, és minden napjaink ezzel telhetnek így. Ennél a másik pultnál péksüteményeket árusít a pécsi vállalkozás megálmodója. Őstermelőként van a kis kézműves kovászos pékségem, amit 2020-ban indítottam. Pályamódosítóként, mert egyébként pénzügyi területen dolgoztam 30 évet, de beleszerelmesedtem ebbe a történetbe. Hárman dolgozunk most már a kis pékségembe. Minden terméket, ami kelt típusú, azt hagyományos, természetes kovásszal, hosszú érleléssel készítek. Baranyai ízelítő elnevezéssel nyílt termelői és kézműves vásár a pécsi belvárosi üzletházban. A helyi iparkamara és az agrárkamara támogatásával valósították meg az eseményt. Az a lényeg, hogy Baranya megyéből van mindenki. Baranya megye összefogott, itt a megyei közgyűlések közösen, Baranya a kincses Baranyával, és a termelők is itt vannak, és már van olyan termelő, hál' Istennek, akinek a portékája már igen, a mai napra elfogyott, ez egy kenyeres, kézműves kenyeres. Ő jelezte, hogy sajnos délután már nem tud itt lenni, mert elfogytak a termékei. Mi örülünk neki. A kézművesek és az agrár kistermelők együttműködése gazdasági sikert hozhat Baranyának, mondja a helyi iparkamara főtitkára. A megye gazdaságának az egyik új attitűdje lehet, hogyha az agrár és a kereskedelmi és ipar ágazatokba tartozó vállalkozások elkezdenek együttműködni. És ennek egy nagyon pici színfoltja minden, ami a helyi termeléssel és a helyi termelőkkel kapcsolatos. A kamarai irodaházban működik a pécsi kosárközösség, és picit mi is beleszagoltunk, beletanultunk ebbe a világba. A kézművesség pedig eredendően a kereskedelmi és iparkamarához tartozik. A belváros képviselője azt mondja, már 10 éve azon dolgoznak, hogy a helyi termékekkel, termelőkkel megismertessék a pécsieket. A buzatéri piac, a termelői piacnak a újra nyitására, vagy létrehozására, inkább így mondom. Azóta ugye több helyen van már és rendszeresen termelői piac. Az új vásárcsarnokot is azért építettük, hogy ott is minél több termelő fordulhasson meg. És most már 4. vagy 5. éve itt az Árkádban is mindig van, minden évben van egy ilyen kóstolóval egybekötött kiállítás, megízlelhessük, megszagolhassuk, megfoghassuk, mert láthatjuk, hogy ezek a termékek sokkal minőségibbek sokszor, mint amiket megveszünk a nagy áruházakban. Úgyhogy javaslom a pécsieknek, látogassanak ki. A Vármegyei Önkormányzat aktívan részt vesz a helyi termelők népszerűsítésében. Kincses Baranya néven indítottak állandó standot az új vásárcsarnokban a helyi termékeknek. Az elmúlt években arra törekedtünk a kormányzattal együttműködve, hogy minél több helyen jöjjenek létre olyan új árusító helyek, piacok, és Pécsett az új vásárcsarnok, amely szintén a kormányzat támogatásával épült meg, amely értékesítési lehetőséget biztosít a helyi termelőknek, és nyilván fontosnak és szimbolikusnak gondoltuk, hogy a vidéki baranya, a kincses baranya termékei is egy pavilon erejéig meg tudjanak jelenni. Ebben a Vármegyei Önkormányzat is vállalt szerepet és támogatta, hogy ez így legyen. A baranyai ízelítő november 2-a és 4-e között várja az érdeklődőket, vásárlókat a pécsi belvárosi üzletközpontban. A szervezők elképzelése szerint a jövőben évente 2-szer is megrendeznék a helyi termékek bemutatóját. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Legyen mindig látható, látni és látszani kampány. LED program. Ingyen cserélhetik le izzóikat. Videóverseny. A környezettudatosságra hívják fel a figyelmet. Bemutatják az új darabot. Világpremiér decemberben.
Szombaton elvonul a felhőzet, de délelőtt még alapvetően felhős időre van kilátás. Délután már érezhetően csökkenő felhőzet melletti változó napsütés válhat a jellemzőbbé. Számottevő csapadék nem hullik, de elvétve előfordulhat kisebb zápor. Napközben általában gyenge, mérsékelt délies szél fúj, mely estétől először nyugaton, majd másutt is megerősödik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!